malicious, mean and scary. Sziasztok, ez itt újra Finger Chatter Blu-ray leadottó rajta. Ezúttal aranyhajjal ütünk el. Az aranyhajjal és nagy gubanc színű Disney rajzfilmben, ami valószínűleg 2010-ben jelent meg, és elég nagy sikert hozott. Ötvözte valamilyen szinten a klasszikus Disney mesék feeling és stílusát, és valami szinten ilyen animációját is. A megszólalt animációs filmet, amik ugye már legalább 2001 óta, Shrek óta ugye dübörögne. És ezt nagy sikerrel tette, tehát mind bevételileg, mind kritikailag is egész sikeres volt, és a rajongói nem csak a gyerekek közül kerültek elő, hanem a szülők közül is. A legjobb Pixar filmek esetén van ez általában így. Még az aranyha igazából nem csinált mást, mint a klasszikus, ugye tudjátok, a hosszú hajú hercegnő, királynő, egyebek a toronyból való kiszabadítását láthattuk egy modernizált, humorosabb változatban, ami mindazt tartalmazta, amit ebben a klasszikus mesében megismerhetünk, viszont ezt kicsit néhol fölpörgette, néhol kicsit jobban megparodizálta, belekeverve egyébként nem csak az eredeti mese elemeit, hanem a mai, úgymond 2010 előtt és utáni modernebb rajzfilmek elemeit is, legyen az mondjuk akár egy helyzetkomikum, vagy az állatoknak a különböző parodizálása és emberré, vagy emberivé tétele lehetne sorolni, nagyon sokféle komikum van, és a 3D-t is, nem tudom, hogy ez 3D-ben is megjelente, és ebben vagyok biztos minden esetre, a 2D-s változatban is nagyon előjön, hogy ezt akár 3D-ben is csinálhatták, vagy csinálhatják, mert nagyon sok olyan kamera mozdulatsor van, amikor mondjuk majdnem egy objektumot vagy egy szemét vesz végig a kamera, szinte ilyen 3D-s érzettel. És egyéb iránt a látvány rohadtul jó, mind az animációs részleg, a mozgások esetén is, ami ritka, mind pedig a design, az art, ilyen művészeti részleg. Ahhoz képest, hogy ez most már egy 7 éves film, nagyon jó, ma is tartja szerintem a szintet. Ez mutatja azt is, hogy technikailag tényleg ott volt a film már 2010-ben, és azóta is állja a sorat. Összesen vannak már apró hibái, meg néhány jelenet talán egy picit már túl gyerekes, tehát hogyha mondjuk egy Pixar filmhez hasonlítjuk az aranyhajat, akkor olyan szempontból elhullik, hogy nem annyira felőtt az egyik a Pixar film, és nem annyira szól azért mégis mindenkinek, tehát hogyha a arányt kéne mondom, akkor mondjuk ez 70%-ban egy mesefilm, 30%-ban pedig szól mondjuk a felnőtteknek, akár a szülőknek is. Még a Pixarnál ez legalább 50-50, de inkább sokszor akár, még nagyobb a retro feeling, a mondani való mondjuk a felnőtteknek számára. Ez egyébként egyetlen nem baj, hiszen a Disney filmek nagy részét így ismerhettük meg, hogy mégis azért egy átlagban egy gyerekesebb vonalat vesznek, viszont emiatt legtöbb esetben nem csak a Pixar filmek esetén, hanem a Disney filmek esetén is hatalmas sikert adnak a gyerekek tekintetében. A gyerekek nagyon szeretik ezt a Ráhány című filmet nálunk is, az unokahúgom, az unokaöcsém is lehetne sorolni, fejből tudják már nagy részét, mert legalább 7-szer látták. Úgyhogy ezt is gondoltam, hogy beszerzem akkor már full HD minőségben, és főleg, hogy 1800 forintért tudtam mindezt, mert gyakorlatilag olcsóbban, bőven olcsóbb, mint két mozi egy. Úgyhogy gondoltam, akkor már miért ne, akkor beszerezzük. Az interneten is be lehet ennyiért szerezni, természetesen vagy ismerősöktől, mint ahogy ezt én tettem, vagy úgy például van szó egyéb iránt. Érdemes most rákopni, mert a legtöbb helyen 2000 vagy az alatt van. No, hát beszéljünk magáról a kiadványról is azután, hogy maga a film tényleg nagyon jó. Én nem tartom mondjuk a legjobbak egyikének, animációs fronton sem, de tényleg ott van a szeren. Megvannak az apró csátlők hibái, de összességében. Tehát egy jó rajzfilmről, vagy animációs filmről beszéltünk. Most pedig tehát nézzük a külcsin-belcsint, egyébeket. Ugye egy látható borító, aztán a legtöbb helyen ez volt a hivatalos borító, és talán a rajzfilmnek, animációs filmnek. Ezzel reklamozták meg a filmet, ez volt látható a Blu-ray-en, és hátul pedig igazából hasonló stílusban láthatjuk a film különböző jeleneteit, illetve egy leírás a történetről. És 7.1 DTS hanggal van az angol rajta, DD 5.1-es, a Dolby Digital 5.1-es magyar hang, magyar angol, illetve angol hallgatás keresőtaknak feliratok esetén 19-es, 1.85-es alkép arányjal,
ugyebár természetesen színes, és egy egylemezes kiadás, amelyben magyar felirattal vannak az extrák, viszont ez hasonló egyébként a karakternek, az egy trilógia Disney kiadás, az, amit ilyen szegényesebben adtak ki, itthon sajnos. Az eredeti kezdet, ahogy a mesében van cím, ez gondolom az eredeti mesére reflektál, illetve azt mutatja be még jobban, és hogyan alakult át azzal, amit itt láthatunk. Visszaszámolás az 50. animációs filmig, talán ez lenne az, ezt nem is tudtam. Gubancok, így készül egy tündérmese, klipvarázslat, eredeti nyelvet, vagy Csufló Dorina, mindent akarok én, a klip, vigyázzam, ő is szinkronhangolt az aranyhajnak, talán jól emlékszem. Korlátlan nélkül megtekinthető, úgyhogy mindenkinek ajánlott, mivel vagy családi film, belőle pedig az eredeti cím, az angol cím, a Tangled, illetve egy másik, hát szinte majdnem ugyanaz a másik kép a filmben, de majdnem ugyanaz a zenéim van kiadása. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, vegyétek, vigyétek, érdemes, nem a legjobb animációs, még egyik ez szerintem, nem mondom, hibái, kicsit néha vantatok, kicsit néha túl erőltetek, vagy túl gyerekes folyamokat operál, de összességében nekem is sokszor humoros, látványos, és családnak, minden család, minden tagjának összeverakodás. Köszönöm tőletek, sziasztok!